Nézzünk, szemét játék, figyelj, végére berakott... Így az anyátokat! Tehát végére berakott egy robbantust. Még azt meg kellett volna fognom és másik irányba eldobni. Ne, arra menjünk, jó. Csá. Hello. Nem jó. Ez túlságosan is fájdalmas volt. Ne lövöldözzetek után. Ó, tehát a legjobb pozícióban vagyunk. Hogy? Hát, hogy nem? Hát, mennyien voltak már itt már megint? Nem, az kicsit most rosszul jött ki. Csá. Jó, legalább így is jó. Berobbantottátok önmagatokat. Hello? Oké. Persze, lőj utánam! Nyugodtan lőj utánam! Hú. És ez csak rosszabb lesz emlékeim, meg tudatom szerint, tehát nincsenek emlékeim róla, mert zsozsa játszottam, ugye? De hogy így olvasgattam róla, milyen pályák vannak. Milyen lemezek vannak. Csá. Igen, lehet, hogy kicsit taktikázni kéne. Jó, hello. Oké, nem tudom, hogy hol nyíltottak ki a lift ajtók, de... Itt fönt eljövünk. Próbálok ugye kattingatni, hát hogyha azzal nyerek egy kis sebességet. Nyilvánvaló. És ez meg ott is jön valaki. Na, hogy nyugodtan ki tudjam nyitni. Csá. Gondoltam. Húha. Már most kezdődik, és még csak a 8. számnál tartunk. Most az első lemeznél tartunk. Nyilván. Jó, hát ügyesebbnek taktikusabbnak kéne lenni. Ami nem nagyon megy, hogyha mellé kattintok. Jó van. Hey. Igen, ügyesebbnek taktikusabbnak kéne lenni. De hány ezeren vagytok itt? Milyen osztálytalálkozó volt ott. Jó. Basz meg. Ez megint nem volt jó. Most nagyon rosszul jött ki a lépés. Talán most jó lesz. Csá. Igen, taktikázni kell ezek szerint. Na, ott azt nem. Nézzük, itt a robbantus. Nem tudom, hogy csináljam. Így. Így volt a legtisztességesebb. Na, várjál. Én a robbantósokat meg kéne fognom puszta kézzel, és akkor úgy eldobni jó messzire. Vagy így. Ha van rá lehetőség, ugyebár. Ez így nem lesz jó. Nem. Tettes módon így beakadtam ide. Összezavarodtam. Nagyon-nagyon összezavarodtam. Csá. Há? De jó vagy! Saját havarodat berobbantottad!
Véletlenül se. Jó. Ezek szerint nincs itt haverság emberek között. Tehát, hogyha úgy van, akkor ezek szétlövik egymást. Az ügy érdekében. Ugye felmerültek ilyen kérdések, hogy én milyen fajta majom vagyok, hogy ennyire őrizni kell engem, és hogy ennyire veszélyes vagyok? Történet szempontjából. Kérdezem csak. Jaj, egér! Csak egy picit segítsél! Eltett már fél óra, és még az első albummal nem is végeztünk. Azért mondom, hogy 2-3 óra meg lesz ez a játék, ha így haladok. Most még berobbantottam volna magamat, akkor aztán jó lett volna. Na nézzük! Igen. Sunyin közelítünk. Szevasz! Olyan vagyok, mint egy ninja. Egy ninja majom. Ninja gorilla. Na jó, menjünk. Nem vagyok itt. Ninja gorilla vagyok. Baszki, hány ezren vagytok? Csá. Szammá ki. Ezt haladjunk. Jó, hát ez épp hogy csak kategória volt. Nem arra megyünk. Nem erre, igen. Na, most rendes volt a játék. Most nem rakott be ide robbantust. Érezte, hogy nem szabadna köcsögösködni. Na, ape out! Na hát, ilyen magot kell keresnünk. Na most, hogy felvettük ezt a magot, ez annyit csinál, hogyha én most lenyomva tartom a balegér gombot, akkor magamat oda tudom húzni olyan helyekre, ahol... Hát ahol tudom magamat húzni. Tehát nézzétek meg a kurzort középen. Most olyan, tehát most nem olyan vastagak a vonalai, de hogyha oda nézek, akkor meg vastagá válik. Tehát ezzel is jelzi a rendszer, hogy hol van az a felület, ahova oda tudom magamat így húzni. Na, és nagyjából így ennyi a színezéknek úgymond az értelme, mert alap esetben ilyen színű lenne. Amikor először játszod a játékot, akkor csak kék színű lehet ez az odahúzásod. De hát mivel ugye én ezt gyűjtöttem 10 darabot, ezért ugye választhattam szintén, én a vöröset választottam. Nem úgy olyat választottok, amilyet akartok. Tehát elvileg az összes szín skála megvan. Igen, hogyha kigyullad, ez a jelzés kigyullad, akkor az azt jelenti, igen, hogy oda tudod magadat húzni. Ahhoz a felülethez. Például oda. Amit még érdemes megjegyezni, hogy amikor a levegőbe vagyunk, akkor csak egyszer tudjuk használni, és addig nem tölt vissza, ameddig talajt nem érünk a lábunk. Azt hiszem ez úgy van megmagyarázva, hogy amikor... The grappling device left a sort of symbol everywhere I grappled. I noticed similar symbols already there in the cave. And I was getting more and more certain that this place was where Fred had gone. Mit akartam mondani? Tehát elvileg úgy van ez a játékban megmagyarázva, hogy a talpunkon lévő valami, tehát a zuhanás következtében nyeli el az energiát, és úgy tölti vissza a kezünkbe a kapaszkodás képességét. Azt hiszem. Valahogy ez így volt valahol megmagyarázva, nem tudom, hogy ezt majd mondják-e. Kapaszkodás közben a balegér gomb felengedésével előrefelé repülsz. Igen, ezt az előbb már azért figyelhettétek. Tehát például lehet ilyet is csinálni. És akkor egy pókember módjára, igen. Tehát hogyha jól kiszámítja az ember, akkor így pókember módjára lehet így röpködni. Úgyhogy nagyon-nagyon jó. És amikor én ezzel a játékkal először játszottam, tényleg ez jutott először az eszembe, hogy miért nincs egy ilyen pókemberes játék? Hogy belső nézetet, most tényleg, tehát az, hogy van VR, meg hasonlók, virtuális valóság szemüveg,
Tehát miért ne lehetne egy ilyet csinálni? Teljes értében szerintem logikus lenne. Jó, itt van a következő, ilyen gyűjthető. Tudcos. Na, várjál, rossz gomb. Jó, segítünk magunkon. Egy. Tehát igen, miért nincs még ilyen? Aztán igazából arra jöttem rá, hogy lehet, hogy eléggé szédítő lenne szemüvegben. Kombinált nagy ugrást és a kapaszkodás magasabban fekvő területek eléréséhez. Igen, tehát innen nem érem el, de hogyha nagyot ugrok, akkor most már azt elérem. És akkor így által tudunk röppenni. A nagyvetődés és a kapaszkodás kombinálásával távolabban fekvő területeket is elérhetünk, ez így van. Combining a power leap with a grapple, I could fly long distances through the air at great speed. Ez így van. Hatalmas, gigantikus távolságokat tudunk megtenni. Hát mondjuk, az pont olyan messze van, hogy még át is érünk. Így, né? Igen, itt ugrálva is meg lehetne oldani a dolgokat, de... Én általában biztosan megyek. Na, várjál. Ja, azt hittem, hogy itt van mentés, de nincs. Oké. Akkor még magasabbra kéne mennünk. Mikor egy mozgó tájra kapaszkodsz, követed annak útját. Ez így van. Ha szemfüles vagy és jól hallod ezeket a morze jeleket, akkor még észre is veheted a gyűjthető tárgyat. Ezek nem mondta el a játék. Hát ez most elment. Nem baj. Na gyere szépen ide-vissza. Igen, így tudjuk követni. Hogy? Na nézzük. Jó, ezzel is megvagyunk. Próbálok alaposan körbenézni, hogy hol lehet az az egy darab, amit ugye elhagytam. Remélem, hogy meg lesz. Hát, ez most nem jött össze. Igen, az időzítésen sok múlik. Így, most jó lett. Most időben elengedtem. Na, úgyhogy akkor siessünk. Oké. Oda kell nekem átugrani. Jó. Na, megvan az összes, oké. Új feladható tájra tettél szerte, beállítások extra menüben megtalálhatod. Jó. Beállítás. Extrak. Akrobata mód. Megforgat a levegőben, amikor nagyot ugrasz, vetődsz és gyorsítasz. Hát jó, bekapcsolom. Nem tudom, hogy mennyit fog ez így hozzátenni a játékhoz, az élményhez. Meg a másik dolog, hogy hogyan fogok én itt innen fölmenni, följutni akárhova is. Hát szerintem úgy ott. Vagy? Nem. Ezzel így is jó vagyok. Hát, jó. Oké, megvagyunk. Majd mindjárt megnézzük ezt a nagyot ugró akrobatikázást. Elvileg oda kéne nekem érkezni. Na. Guten Abend, Herr Morini. Always a pleasure to welcome one of our Italian friends to the fatherland. I was just speaking of my admiration for General Mussolini. A kindred spirit to our own Führer. Your country is fortunate to have such a leader, yeah? Racing is my passion. I find little time for politics. Sometimes racing is politics.
No. There is a difference. You must forgive my ignorance, Herr Morini. We Germans are a simple people. Perhaps you would enlighten us further? One's a hobby for rich assholes who can't get laid without a flashy car and a silly uniform. The other is racing. This must be that British mechanic who thinks he's a driver. I'm fucking Irish. It's getting late. Why don't we call it a night? The night is young, Fräulein. Stay, dine with me. I've no taste for German cuisine. Not yet, perhaps. But soon, the women of your country will learn to savor the taste of a purebred German bratwurst. Bastard! Did you show kocsmai verekedés, nem? Get my crazy sister out of here before she gets herself killed! I am not going anywhere! Enough! I'm taking her upstairs! Jó, el kell, így is jó. Let's get to it then. And stay the fuck down. Jó kemények vagyunk. Jó. Ez a mai napig tök ez a... Ó. Jó. Így megfogta magát, azt elborult. Jó. Mennyi van még? Ja, még négyet még el kell intézni. Várjál, segítek. Úgy. Úgy. Hol van még? Gyere! Úgy. Énkor mindig kíváncsi vagyok, hogy honnan jönnek a hangok. Hogy Vittoréik azok így hova mentek? Föl, oda, föl? Na jó, mindegy. Az a lényeg, hogy nekünk távoznunk kell, mert tényleg jön a rendőrség. És hogyha megvárjuk őket, akkor gépfegyverre bejönnek és szétlőnek itt mindenkit. Ha túl sokat időzünk ide bent, úgyhogy ne várjuk meg. Bullet! Quality! Bollocks. Watch it, you bloody... Fuck me, Skylar. Are you chatting me up? Hello, Sean. Hi, Jules. Merde. We'll catch up later. Right now, we need to borrow your car. Well, so much for awkward small talk. Drive the fucking car! Hold on to your arses. Just like old times, eh, Skyler? Never a dull moment. How long have you been in town? Just got in, actually. I see you wasted no time running afoul of the local police. Oh, those fellas behind us, they're just having a laugh. Is this disorder routine meant to be a turn-on? I don't know. Is it working? Will you watch the fucking road, please? The radio ahead has set up roadblocks. Double back and you should be able to slip through the net. I teach you that in your posh English school. Benefits of a higher education. Are all English girls as crazy as you are? Here's a bit of privacy, would you, Jules? Oh, I'd love to, as soon as you check these crowds. Próbálkozok. Ó. Oh. Jó, hogy ennyire? Hoppá. Én azt nem tudtam, hogy ezért, hogy ennyire, tehát hogy így neki megyek autóval, akkor egyből robban. Jó. Ezt jó tudni. Ezt jó tudni, oké. Okay. Ez már így az elején igen derüljön ki. Azt hittem, hogy itt még, itt legalább már az a technika van, hogy neki mész a robbanós hordónak, akkor csak odébb lököd. Never a dull moment. How long have you been in town? Just got in, actually. I see you wasted no time running afoul of the local police. Oh, those fellas behind us, they're just having a laugh. Is this desperado routine meant to be a turn-on? I don't know. Is it working? Will you watch the fucking road, please? The radio ahead has set up roadblocks. Double back and you should be able to slip through the net. I teach you that in your posh English school. Benefits of a higher education. Howling. Well, that was fun. Anyone fancy a nightcap? Brilliant. I'm parched. Oh, fuck this. I'm not going to the Lord Will. Take me back to the hotel. Azok jó nagyot ugrottak. Na. Mehetünk vissza a hotelhez. Jó, igen, tehát erre voltam igen kíváncsi, hogy itt nehéz fokozaton mennyire nehéz lerázni az ellenfelet. De nehezebb, igen, nehezebb, mint normál fokozaton emlékeim szerint, úgyhogy igen. Oda kell majd figyelni erőteljesen ezekre a dolgokra. Minden egyes kis kaput meg ki kell használni. Gondolom majd a... Ajajajaj, aha, aha.
Igen, ez is ugye gyanúmérő. Ezt majd egy kicsit később fogja majd a játék bemutatni nekünk. Előjáróban annyi, igen, tehát hogyha gyanús tevékenységet végzünk, és ugye vagy éppen egy nyomozás körzetében csinálunk valamit, akkor felfigyelhetnek ránk, aztán elkezdenek üldözni minden ok nélkül. I'm going to bed. Keep the noise down, eh? I need some fucking rest. Come on up. I'll sneak you in the back door. Wouldn't have it any other way. Első halálunk legalább már megvolt. Nothing like a brisk evening drive to quicken the blood. Except perhaps a single malt McGarren, aged 30 years. Must be Christmas. Lucky for Jews and me, you came sliding down the chimney when you did. Christmas, is it? Oh, I'm afraid I've been a bad girl. Aye, I'm certain of it. Whatever happened after that weekend in Monaco? You never rang me up. You never gave me your number? Oh, that's hardly an excuse. You're not still pining for Jules' little sister, are you? She's a bit of a bore, don't you think? I don't think I'm her type. So, you in town for the race? What can I say? I have a weakness for men in fast cars. I've been all over Europe following the circuit. Mum and Dad are mortified, of course. Beats working for a living. I wouldn't know. What's this for? Shaving your legs? A girl should always carry protection. One day you'll have to tell me how you came by these scars. We've done enough talking for one night.
Jól kezdődött, mi? Vastaiga terület, Csóbánya, 2004. Tele. Korábbi eseményekkel kapcsolatos bejegyzéseket megtekintheted a naplóban. A naplóban hozzáférhetsz a feladataidhoz, valamint a tárgylistában lévő dokumentumokhoz és tárgyakhoz is. Nyomd meg a naplót a megnyitáshoz. Itt a napló. Használd az ön megfigyelést a helyzet ismertetésére. Na, tehát ugye ezek azok a napló bejegyzések, amiket nem fogok felolvasni, jó? Hanem mindenki szépen állítsa meg a videót ott, ahol van, és olvasgassa el őket, jó? Tehát ezzel nem szeretném húzni az időnek a videónak az idejét, na, meg a végigjátszásnak az idejét sem, jó? Ez egy összefoglaló, úgymond, az előző részekből, hogy mi történt. Főszereplőnkkel, két Walkerrel. Jó. Egyelőre ennyi. Ezt olvassuk el. Viselkedési szabályzat. Kattints az elolvas szövegre. Na ezeket viszont azért már fel fogom olvasni. Cella részleg 3, cella szám 31, lakó Katyusa Spiridnova, két Walker részleg vezető Simona Kalinina. Viselkedési szabályzat. 1. A csapatodhoz rendelt színek mindig láthatónak kell lennie rajtad. A celládon kívül és belül egyaránt, ennek be nem tartása büntetés von maga után. A sókitermelési kvótát minden nap teljesíteni kell, ennek betartása vagy be nem tartása büntetés von maga után. Az elefántcsont és vagy nemzeti erekék kitermelését azonnal jelenteni kell a helyszíni személyzetnek. Ennek be nem tartása büntetés von maga után. Tisztelni és engedelmeskedni kell a részlegvezetőnek, valamint a helyszín teljes személyzetének. Ennek be nem tartása büntetés von maga után. Az étkezés és a pihenés kiváltság, nem pedig jogosultság. Az ezzel való visszaélés szabálysértésnek minősül. Ennek be nem tartása büntetés von maga után. Minden cella kiváltságként napi 5 liter vizet kap. Az ezzel való visszaélés szabálysértésnek minősül, ennek be nem tartása büntetés van maga után. Önmegfigyelés. Hajtsunk akkor végre. God, another day of hard labor. What are you gonna do now, Kate? Jeez, can't believe it's been almost a year since the militia sent me here. Gotta get out, move on, whatever that might be. But how, though? No news from outside, nothing. Does anyone even know I'm here? For Christ's sake, someone must be looking for me, mustn't they? Mustn't they? Igen, itt lehet egy hosszasabban ugye elmékedni és nézegetni a képsorokat, illetve a hangulatot. Nagyon jó képsorok és nagyon jó hangulat teremtője van amúgy a játéknak, de ezeket azért el fogom már a végén nyomogatni, jó? Ha jó, ha nem jó, de szeretnék ugye haladni is vele. Mert ahogy ismertek, én mindenhova be fogok nézni. Mindenhova is be fogok nézni, úgyhogy lehet, hogy meg lesz a 13 óra.